Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson, aminek a címe az, hogy hogyan került Pilátus a krédóba. Tiszteletes úr találta ki, nem tudom, hogy mi volt az apropója a kérdésnek, lehet, hogy valaki feltette neki a kérdést, vagy valamikor felmerült ez a kérdés, de ugye ez ilyen magyar szólásmondás, mit szoktak használni, amikor például, amikor valakit vád ér, valamilyen beszámolóban szerepel a neve, aztán ő menteket őzik, hogy ő neki ehhez semmi köze nincs, úgy került ebbe bele, mint Pilátus a krédóba. Ugye az úgy szokták használni, hogy igazából én erről nem tudok semmit, azt se tudom, hogy a nevem hogy került, oda az ügyhöz semmi közöm, valaki beleírta, de miért, tőlem nem szabad megkérdezni, az még lehet, hogy hiba volt. Ugye, ez az a magyar szólásmondás. Hogyan került Pilátus a krédóba? Nem tudjuk, hogy honnan ered ez a szólásmondás, hogy ki használt először, legalább én nem tudtam kideríteni, kicsit utána néztem, hogy van-e valami ötletforrás, hogy ki az, aki ezt elsőként írta le. Én nem találtam, de gondolom, hogy teljesen eredetileg abból ered valamikor, hogy valaki megtanulta azért ugyan hiszek egyet, a krédót, mert az ugyanaz, és mondja, és aztán rájön arra, hogy felteszi magának a kérdést, tehát, de akkor Pilátus most ebben az egészben mit keres? Mert a hitvallás az Istenről szól. Pilátus meg nem a, mondjam, nem olyan példa volt, mintha egy nagyon hívő ember lett volna, akkor az hogy került oda be? Aztán még azt is tudom elképzelni, hogy nem nagyon magyarázták neki. Aztán egyszer csak úgy kezdte mondani adott helyzetben, hogy na én is csak úgy kerültem ebbe a helyzetbe, mint Pilátus a krédóba. Ki tudja, hogyan, honnan, még hogyan. Jó, akkor ugye két dolgot kell tisztázni, gondolom. Először egy picit arról beszélni, hogy honnan van a krédó, meg mióta van. Aztán egy kicsit arról, hogy Pilátus miért van ebbe benne. Mi a krédó latin szó, úgy kezdődik a hiszek egy, hogy hiszek, magyarul hiszek egy Istenben, latinul úgy kezdődik, hogy krédó, és onnan van ez a név, bár én attól tartok, hogy sok ember már nem is tudja, hogy mit jelent az a szó, hogy a Budapesten néha itt is lehet ezzel a szóval találkozni, egy busz hátulján, mert most ez egy buszmárka, a krédó. Én nem tudom, hogy ők tudják-e, hogy ez a szó mit jelent. Lehet, hogy csak hisznek benne, hogy jó lesz ez a busz, az nem tudom. Nekem mindig érdekes, amikor látom azt a busz, csak én nem arra gondolok. A krédó az a hiszek egy. De nem is az a hivatalos neve, ugye? Akkor sem, amikor mindenki így mondja, a hivatalos neve apostoli hitvallás. Sőt, teljesen eredetileg apostoli szimbólum. Az egyházi szó. Ugye nekünk a szimbólum az egy jelkép. Hogy a jelkép az olyan dolog, ami igazából valami másra utal, de nem úgy szimbólum. A szimbólumnak az eredeti jelentése az volt, hogy megkülönböztető jelzés. Olyan, mint a villogó lámpa a rendőrautón, ugye megkülönböztető jelzés. Latinul, meg görögül ezt inkább a hadi jelvényekre használták. Amikor ugye összecsap két hadsereg, honnan lehet tudni, hogy ki hova tartozik? Hát ott onnan lehet tudni, hogy milyen jel van a pajzsán, vagy milyen zászló alatt harcol éppen. És azt nevezték szimbólumnak. És a hitvallásnak is az lett a neve, hogy szimbólum, mert ugye a hitvallás az az a dolog, amely megkülönbözteti a hívő embert a többiektől. Eredetileg ezt ugye például keresztelés előtt, vagy Isten tiszteleteken. Gyere be, minden, ülj le. Bocsánat. Eredetileg csak felszokták tenni a kérdést. Tehát például úrvacsora, vagy keresztelés előtt, hogy hiszel-e az egy Istenben, mindenható atyában, és így tovább. És akkor föltették a három kérdést, a végén csak annyit kell mondani, hogy igen vagy nem. Aztán egy idő után rájöttek arra, hogy azért lehet az emberekre dolgokra tanítani, tehát nem kell mindig mondani, nem mindig a papnak kell mondani a szöveget, talán jobb lesz, hogyha ezt fejből tanuljuk. És akkor átálltak az egyházban arra, hogy
nem a pap kérdez, és az emberek csak annyi mondanak, igen, ezt hiszem, hiszem és vallom, ugye, hogy ismerjük az úrvacsorai liturgiából, hanem elvárták, hogy amikor az emberek készültek a keresztségre, akkor ezt fejből kellett tanulni, és a konfirmációs tanfolyam gyakorlatilag abból állt, hogy végig beszélték, hogy ez mit jelent. Ennek az egésznek, amit megtanultam, annak mi a magyarázata, mi az eredete, miről szól ez, és aztán a végén, amikor a keresztségre került a sor, ugye az első századokban nagyon sok embert felnőttként kereszteltek meg, akkor, amikor már elmondták, lehet, hogy pünköst vasárnapon, vagy húsvét vasárnapján, ki is mondták közösen, remélhetőleg azzal a tudattal, hogy meg is értették, hogy miről szól ez az egész. Ugye, tehát ez az apostoli hitvallás. És ha visszamegyünk az időben, akkor ugye meg lehet nézni, hogy ki, mikor írta le ezt a hitvallást, és egészen a 4. század végéig vissza lehet menni, és találtak olyan könyvet, amiben latinul, 390-es évekből származik ez a könyv, megvan az a credo szépen latinul, és benne van Pilátus neve is. De ugye az eredeti nyelv, amit az egyház használt, nem a latin volt. A latin az kicsit ugye a népnyelva volt, akkor időkben a tudósok, az okos emberek görögül tudtak. Ugye Nagy Sándor óta a kultúra nyelva görög volt. És az egyházban is eredetileg a görög nyelvet használták, ezért írták görögül az evangéliumokat is. És akkor görög kéziratokban is meg lehet nézni, hogy ugyanaz a szöveg megvan görögül is, régi könyvekben, régi kéziratokban, de azzal a megjegyzéssel, hogy honnan származik. És kiderült, hogy 215 körül, tehát időszámításunk szerint 215. év körül Rómában egy pap írt egy könyvet arról, hogy mi mindent tanultunk az apostoloktól. Ugye, ugyan 100 körül meghalnak az apostolok, ilyen 70 és 90 között nagyjából meghalnak az apostolok, tehát a szemtanúk, akik ugye tovább adták a tanítást, akkor még 100 évvel később lassan már ugye vigyázni kell, hogy mi az, ami tényleg tőlük származik, és mi az, amit egy évszázad alatt még hozzáköltöttek, vagy amit csak gondoltak, vagy amit csak szokás lett. És ez a pap leült, írt egy könyvet arról, hogy ő mit tud arról, meg hogyan tudja, hogy az apostolok eredetileg mit tanítottak, mit hagytak az egyházra. És többek között leírja szépen, de persze akkor görögül, azt a hitvallást, amit mi is ismerünk. És azt az hitvallást idézik későbbi könyvekben, lefordítják latinra, aztán már ugye a reformáció után már minden népnek a saját nyelvére fordítja le ezt a hitvallást, és így került hozzánk. És 215-ben, amikor ez a római pap görögül leírja ezt a hitvallást, már benne van Poncius Pilátus neve. Gyakorlatilag, amióta tudjuk, ebben a hitvallásban mindig is benne volt Poncius Pilátus neve. Persze voltak más hitvallások is, voltak egyszerűbb hitvallások is. Hiszel el Istenben, az Atyában, meg az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban és a Szentlélekben. Ugye, tehát voltak ilyenek is természetesen, vannak nagyon bonyolult hitvallások is, amikor már a Szent Háromságról szólt a vita, hogy hogy kell megérteni a Szent Háromságot, akkor írtek akkor a hitvallásokat, aminek az első 95%-a arról szól, hogy hogy kell érteni a Szent Háromságot, na az volt a vita. És akkor a végén, ja, és még van pár dolog, amit szintén hiszek, csak ugye az nem volt olyan megkülönböztető jelzés. De amit az egyház a legtöbbször használt a tanításban, amikor felkészítettek embereket a keresztségre, vagy a konfirmációra, az mindig az volt, amit most is ismerünk, mint hiszek egy, mint apostoli hitvallás. Volt egy monda hozzá, hogy az egész igazából 12 tételből áll, és minden apostol mondott egyet. De hát, ha így lett volna, hogy mit tudom én, pünkös másnapján összeültek, hogy hát gyerekek, le kéne írni, hogy mit is hiszünk valójában, csak menjünk körbe. Ha így lett volna, gondolom, hogy ez benne lett volna a Bibliában. Ugye? Ha hiszek egy, úgy, hogy mi ezt elmondjuk, így, szó szerint, ugye, soronként, nincs meg a Bibliában, de fordítva,
ha végigolvasuk az evangéliumokat, a leveleket, és lassan-lassan kezd összeállni a kép a fejünkben, hogy az apostolok mit akartak tanítani, akkor az, amit Istenről, amit az Úr Jézusról, amit a Szentlélekről akarnak tanítani, az mind nagyjából megvan a hiszekegyben. Tehát a lényeges dolgok, de ugye csak egy bizonyos témakörből, tehát az Istenről szóló tannak a témaköréből a leglényegesebb dolgok benne vannak a hiszekegyben. Aztán persze az apostolok még másról is beszéltek, még mást is tanítottak, de a teológiai része a dolognak szépen össze van foglalva az apostoli hitvallásban. Ezért, amikor elkezdődött a reformáció, és egy kicsit végigkezdték gondolni, hogy milyen sok hagyomány van az egyházban, és mi az, amit el lehet fogadni, és mi az, amit nem kell elfogadni, mert igazából nem vezethető vissza a Bibliára, akkor a reformátorok is arra jutottak, hogy hát nehezen elképzelhető, hogy összeültek volna az apostolok, és akkor dobjunk össze egy hitvallást. De viszont megtartották ezt a nevet, mivel tényleg az apostoli tanításnak az egyik alapja ez a hitvallás. Mind a mai napig a római katolikus egyház is használja, amikor el akarja magyarázni, hogy mit hiszünk. Tehát a római katolikus katekizmusnak az alapja az szintén ez. Hiszek. És még néztem délután, hogy Pilátus nem szerepel benne. Most átugrották, nem tudom miért, de Pilátusról ilyen sokat nem írnak. De ha előveszünk egy református, vagy akár egy evangélikus vallásos könyvet, amiben el akarják magyarázni a hitünknek az alapját, akkor a legtöbb könyv egyszerűen előveszi a hiszek egyet, és szépen végig magyarázza. Ugye utána jön a 10 parancsolat, utána jön a mi atyánk, ugye ezt a hármat szokták mindenhol az egész világon használni, amikor el akarjuk magyarázni, hogy mit hiszünk, hogyan élünk, miről szól az imádság. Tehát három ilyen alap dolog. Hát akkor most már csak Pilátus van hátra. Ugye? Tehát van egy magyar szólásmondás, olyan, mint Pilátus a krédóba, már tudjuk, hogy mi a krédó, tudjuk a hátterét, tudjuk az, hogy Pilátus mindig benne volt a krédóba. Nem került ő abba bele, legalább nem tudjuk, hogy mikor került abba bele, mindig is benne volt. Akkor már csak azt kell nézni, hogy Pilátus hogyan van benne a krédóba. Ugye milyen szerepet tölt be az a rész, amikor azt valljuk az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő szenvedett Poncius Pilátus alatt. Ugye, mert mi így ismerjük ezt a részt. Az igazsághoz tartozik, hogy az eredetiben, az eredeti görög meg latin nyelvekben nem használták a veszőt úgy, hogy mi. Hogy az a szenvedett Poncius Pilátus alatt, és utána jön, hogy a keresztre feszítették, hogy Poncius Pilátus csak a szenvedéshez tartozik, vagy inkább a keresztre feszítéshez tartozik, az ilyen eldönthetetlen kérdés. Ha megnézzük a KT-t, akkor a KT külön foglalkozik ezekkel a kifejezésekkel. Mit jelent az, hogy szenvedett az Úr Jézus? Az, hogy mindig is szenvedett, amióta megszületett, egészen a feltámadásaig szenvedett. Tehát nem csak Pilátus alatt szenvedett, de végig. Hogy elhagyta a mennyországot, eljött a földre, amely bűnbe esett, amely átok alatt van, az neki mind szenvedés, de a legjobban természetesen akkor szenvedett, amikor Poncius Pilátus elítélte az Úr Jézust. Régebbi hitvallásokban Poncius Pilátus neve a keresztre feszítéshez kapcsolódik. Hogy hiszek az Úr Jézusban, akit keresztre feszítettek Poncius Pilátus alatt, hogy úgy is jó. Most attól függ, hogy hova rakjuk a veszőt, de ez annyira nem fontos. De hogy van Pilátus most ebbe benne? Igazából legalább négyféleképpen. Először is úgy van benne, mint egyszerű ember. Mi ha végig gondoljuk az apostoli hitvallást, akkor összességében három ember szerepel benne, de az egyik ugye az Úr Jézus, aki emberré lett. Tehát ő nem sima ember, hanem ő Isten is, meg ember is. Két sima ember szerepel a hitvallásban. Milyen? Az egyik Mária,
mert az Úr Jézus fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, és utána jön, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Ugye ott három név van egymás alatt, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, abból két sima ember, Mária, az anyja, és Pilátus. Ugye Mária az az asszony, akin beteljesült Isten ígérete, amelyet mondott a bűnbeesés után. Ja, visszalapozunk a Biblia első elejéhez, Isten megteremti az embert, mondja nekik, hogy mit tegyenek, mit egyenek, de egy dolog nem szabad nekik, Istentől függetlenül eldönteni, hogy mi a helyes és a helytelen. És hogy a szemükkel is lássák ezt a helyzetet, Isten a kertbe mutat egy fára, és azt mondja, hogy ez az enyém. Ez a jó és a rossz tudásának a fája. Ahhoz nem szabad nyúlni. Ugye ez egy látható jel arról, hogy van olyan dolog a világon, ami nem szabad az embernek. Mutatja ez a fa gyakorlatilag, hogy milyen helyzetben van az ember. Sákramentumnak szoktuk ezt hívni, ugye, mint amikor az asztalra rakják a kenyeret és a bort, ott van az élet. Az Úr Jézusnál van az örök élet. Paradicsomban, pont fordítva, mindenhol volt élet. Minden rendben volt. Csak egy veszélyforrás volt. A veszélyforrás az volt, hogy az embernek ne jusson eszébe Istentől függetlenül eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen. Aztán mégiscsak ettek a fáról. Aztán kiderült, hogy annak tényleg rossz következményei vannak, de Isten mondott egy ígéretet. És mondta ezt az ígéretet annak a kígyónak, aki rászette az embert arra, hogy egyen arról a fáról, amiről Isten azt mondta, hogy nem szabad. Isten igazából rossz hírt mondott a kígyónak, hogy egy asszony valamikor szülni fog, fiú lesz, és ez a fiú majd laposra tapossa a kígyó fejét. Nem az asszonynak mondta, kígyónak mondta, de az asszony is hallotta, ő is ott volt, meg a férje is. A rossz hír a kígyónak, ugye az a jó hír az embereknek. És onnantól kezdve egy nagy kérdés van a Bibliában, melyik asszony fogja szülni, és mit fog csinálni ez a férfi, ez a fiú, aki megszületik. Ugye válasz erre, amikor megszületik az Úr Jézus. Na Mária az. Mária az az asszony, aki megszüli azt a fiút, aki majd megoldja a bűnbeesésnél keletkezett problémát. Tehát ő egy meghatározó személy az Úr Jézus életében. Beszéltem is erről a múltkor, amikor legutóbb itt voltam, akkor ugye éppen Máriáról beszéltem, hogy milyen volt a kapcsolat Mária és az Úr Jézus között. Mária volt az a különleges személy, akiben és akiből testet öltött az Úr Jézus. Tehát ő általa jött ő a mennyi dicsőségből a földi életbe. És a másik meghatározó személy az Úr Jézus életében, az éppen Pilátus volt, aki ugye halálra ítélt őt. Pilátus volt az a személy, aki, tehát csak macska körmök között, átsegítette az Úr Jézust az életből a halálba. Ugye ő mondta az ítéletet keresztre. Nem ő találta ki az ítéletet, de ő tetsételte meg, akkor úgy legyen. Tehát ugye ez a két meghatározó személy az Úr Jézus egész szolgálatában valakin keresztül, valaki által eljött a világra, valaki által, valakin keresztül elhagyta ezt a világot a halálba. Aztán az Atya Isten feltámasztotta. Ugye természetesen volt még egy személy, egy fontos személy az Úr Jézus életében, Keresztelő János. Ugye? Az Úr Jézus akkor kezdi meg a szolgálatát, amikor Keresztelő János megkereszteli az Úr Jézust, és akkor száll le a Szentlélek. De ugye nem Keresztelő János érte azt el, hogy leszáll a Szentlélek. Ezek ilyen párhuzamos dolgok voltak. Az Úr Jézusnak a megkeresztelkedésében ki a legfontosabb személy? Hát éppen a Szentlélek. Ezért csak két
húsvér, sima ember szerepel a hitvallásban, az asszony, aki szülte, és a férfi, aki halálra ítélte. Na, így szerepel például Pilátus a krédóba. De ez még nem minden. Ha valaki végigolvassa, vagy végig mondja a hitvallást, akkor rengeteg olyan dologról beszél, amit máshol nem találunk vissza. Igazából, ha felütnénk egy világi történelem könyvet, akkor Máriáról se nagyon írnának. Viszont Pilátusról írtak többen is. Persze az evangéliumokban is szerepel, minden evangelista szépen leírta, hogy Poncius Pilátus volt az a római helytartó Júdea tartományában, aki halálra ítélte a názáreti Jézust. És akkor akármilyen ember, vagy akármelyik ember azt mondhatná, hogy hát összebeszéltek. Hát ez egy fikció, ez egy kitalált személy, ez nem is létezett valójában. Ezért Isten gondoskodott arról, hogy történelemírók írtak erről a Poncius Pilátusról. Római történelemírók emlegették ezt a Poncius Pilátust. Biblián kívüli forrásokban szerepel, hogy tényleg volt olyan, és tényleg egy nagyon kemény ember volt, nem is szerették a zsidók egyáltalán, ő sem őket. Abból lett a legnagyobb baj, 10 év után Elis hagyta a tartományt, és ma nem akart visszajönni, nem baj, a zsidók se akarták, hogy visszajöjjön. És mindenek a tetejében, 1961-ben a Szentföldön, Cézareában, a földközi tengernek a partján találtak egy nagy követ, amit valaminek az átépítéséhez használtak, és rajta volt egy felirat. Ugye abban jók voltak a rómaiak, hogy mindenre ráírták, hogy kinek a dicsőségére, meg miért van ez az épületnek, találtak ilyen feliratot. És be volt vésve, rá volt írva Poncius Pilátusnak a neve. Tehát most már kőbe vésett, ugye, hogyan mondjam, jelzés van arra, hogy tényleg létezett az a Poncius Pilátus, tényleg Júdeában volt római helytartó, tényleg elképzelhető, hogy ilyen cseleket hajtott végre, mint amelyekről olvashatunk az evangéliumokban. És még ugye, még az időbe is tudjuk őt belehelyezni. Persze ugye a római kori írók mindig tehát úgy számolták az éveket, hogy melyik császár volt éppen hatalmon, és akkor ahhoz képest számolták az éveket. Tehát XY császárnak, a Z-nak, a mit tudom, hogy hanyadik évével történt ez vagy az. Mi nem így szoktuk. És elég bonyolult, meg aprólékos munka, de többen csinálták már összerakni ezeket a relatív időszámításokat, és abból olyat csinálni, hogy el lehetne mondani, hogy időszámításunk szerint hanyadik évben élt, illetve uralkodott ez a Poncius Pilátus. 26-tól 36-ig, úgy nagyjából. Római helytartó volt a császár nevében Poncius Pilátus Júdea tartományában. És ugye ez hasznos. Pilátus neve abban is segít bennünket, hogy el tudjuk mondani, hogy bár ebben a hiszek egyben rengeteg olyan dolog van, amit csak egy hívő embernek nyilvánvaló, vagy érthető, de van legalább egy olyan dolog benne, ami összekapcsolja a hitvallást a világtörténelemmel. És az éppen ez a Pilátus. Történeti személy. Nem csak emberként van benne, mert lehetne egy kitalált személy is, hanem történeti személyiségként ott van benne, már Ágoston is mondta, hogy bár ez nem a legfontosabb, de segít az a hitnek, hogyha tudjuk, hogy azok a dolgok, amelyekről a Biblia ír, valóban megtörténtek. És ebben segít az, hogy tudjuk, hol, mikor, ki. Hát maga a Biblia nem úgy gondolkodik. Azt hozzáteszem. Ugye? A Biblia nem úgy gondolkodik, hogy a világtörténelmen belül valahol vannak vallásos egyházi események. A Biblia fordítva gondolkodik.
A Biblia úgy gondolkodik, hogy Istennek van egy elképzelése, Istennek van egy terve, hogy mi fog bekövetkezni, mi fog történni, hogy lesz jó, hogy nem lesz jó, és irányítja az eseményeket úgy, hogy legalább az ő népe értse meg Isten útmutatásait. Ugye mi? A Biblia úgy gondolkodik, hogy igazából a történelem közepe az Isten terve. És ahhoz képest történnek dolgok a világban. Hát egyszer így kéne egy világtörténelmet írni, nem a Bibliát belehelyezni a világtörténelembe, hanem pont fordítva, a Bibliát alapul véve hozzárendelni a világi eseményeket. Sokan egy kicsit jobban tudnánk úgy gondolkodni, ahogyan a Biblia gondolkodik. És amikor erről beszélünk, hogy Isten mond dolgokat, Isten előre elmagyaráz dolgokat, akkor arról is beszélni kell, hogy Isten nem csak azt mondta a bűnbeesés után, hogy hát majd valamelyik asszony fiút szül, és az lesz, ő lesz a megoldó. Mert akkor bajba lennék, mert elég sok asszony, elég sok fiút szült azóta. Ezért Isten így a történelem folyamán a saját népének mindig adott jelzéseket, ötleteket, gondolatokat, mire kellene figyelni. Mit fog csinálni ez a férfi? Miről lehet őt felismerni? Hol fog megszületni? Nem az egészet mondta egyszerre, hanem így szépen mindig valamit, annyit, amennyit az emberek bírtak elfogadni, vagy ami éppen szükséges volt. És amikor Mózes kivezeti, nem, amikor Jákob megáldja a 12 fiát, akikből majd Izrael népe lesz, akkor ő Istentől kap ötleteket, gondolatokat, hogy melyik törzsről, tehát melyik fiáról mit mondjon. És az egyik fiának a neve az volt, hogy Júda. És Júdáról azt mondta Jákob, a jövőre nézve, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. 1 Mózes 49. 10. verse ez. Hogy a Júda volt Jákob egyik fia. Abból lett egy törzs. Nem is akármilyen törzs. Júdából származik, de sok-sok száz évvel később, Dávid, aki Izrael királya lesz. Bár, hogy ezt mindig tudni kell, eredetileg nem az volt a terv, hogy lesz Izraelben egy látható király. Mert amikor Mózes kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, és szövetséget kötöttek Istennel, és odaadta nekik a 10 parancsolatot, akkor az volt az elképzelés, hogy Isten a király. Ő elmondta már, hogy mit vár az ő népétől, utána már csak csinálni kéne. És amikor nem hallgattak Isten szavára, Isten mindig küldött egy embert. De mindig csak egyet, és még egyet, és még egyet. Nehogy, ugye, az emberek összetévesszék Isten akaratát valamelyik embernek az akaratával. De végül is a népnek nem tetszett ez az egész. Azt mondták, hogy legyen már egy látható király, de nekünk ez így nehéz. Ha nekünk is van egy látható királyunk, akkor olyanok vagyunk, mint a többi nép, és akkor az nekünk jobb lesz. Kiderült, hogy ez nem is olyan jó ötlet volt végül is, de Isten megadta nekik, amit akartak. Először kaptak egy olyan királyt, amilyet ők tudtak elképzelni, ez volt Saul. Hát, az ilyen nagyon jól nézett ki, nagyon magas, nagyon erős, és mindig voltak elképzelései. És akkor azonnal rájöttek arra az emberek, hogy tényleg Isten akarata, meg a király akarata nem mindig esik egybe. Utána Isten adott egy királyt, akiről azt mondta, hogy az a szívem szerinti király, ugye ez volt Dávid. Aztán Salomó, aztán meg, nagyon bonyolult a történet, voltak ilyen királyok, meg olyan királyok. Majd a végén Izrael népe babiloni fogságba kerül, és amikor visszakerül a fogságból, még egy darabig úgy van egy királyuk, de ez se az igazi. Isten azt ígérte, hogy még egy ilyen király lesz. Még egy echte igazi Júdából származó király lesz, aki tényleg Isten szíve szerinti fejedelem lesz. És azt várták, mert tudták, hogyha Isten azt mondja, hogy
jön még egy olyan ember, aki az igazságban vezeti az ő népét, akkor ez csak egy valaki lehet, hogy a Messiás. Az a férfi, akit Isten ígért. És akkor olvasták ezt. Ugye? Nem távozik Júdától a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló. És úgy értették, hogy ez a Siló, az is a Messiásról szól, akinek engednek a népek. Tehát Izrael népének van királya, sok-sok száz éven keresztül, az Júdából származik, a jogar az ő Júda kezébe van, egyszer valamikor csak vége van ennek. Nincs több király. Júda törzséből. Akkor mit kell csinálni? Isten azt mondta, hogy most nagyon jól kell figyelni. Akkor most jön valaki, most jöhet valaki, aki be fogja teljesíteni azokat a proféciákat, amelyek a Messiásról szóltak. Aztán nagyon bonyolult Izrael történelme, a fogságtól kezdve egészen az Úr Jézus koráig, de amikor ott van Pilátus, amikor Izraelnek már nincs saját királya, nem csak hogy nincs olyan királya, aki Júdeából vagy Júda törzséből származik, de bár vannak még királynak nevezett emberek, de nincs igazi hatalmuk. Még a néphez tartoznak nagyjából, uralkodnak is, de a császár kegyelméből. Az igazi uralom, a jogar nem Júda kezébe van. A Pilátus is egy olyan ember, Pilátus mint helytartó, mint a római császárnak a helytartója, jelzi, hogy akár az ő életében is eljöhetne a Messiás. Amikor a zsidó vezetők azt akarják, hogy halljon meg az Úr Jézus, jogosan nem is tudják végrehajtani. Nos, erre az ígére kellett volna gondolniuk, hogy ha mi kezünkben nincs hatalom, ha a hatalom idegen kezekben van, akkor nagyon jó kell figyelni. Talán jön a Messiás. Tehát úgy is van Pilátus benne a krédóban, mint az a helytartó, aki az egyik betöltője annak az ígéretnek, amit Isten mondott, aztán kiderült, amikor meghal és feltámad az Úr Jézus, hogy igazából őróla van szó, vagy az ő helyzetéről van szó. De végső soron, és a legfontosabb dolog talán az, hogy Pilátus úgy van benne, ugye, mint világi bíró. Ugye Nagy Sándortól kezdve a görögök, vagy legalább a görög kultúra terjesztette a kultúrát a Közel-Keleten. És még mindig, ha valaki filozófiát akar tanulni, ha valaki gondolkodást akar tanulni, hol kell kezdeni általában? Hát a görög filozófusoknál. A görögök tanították az embereket gondolkodni. Meg egy kis kultúrára is itt ott. Ez nagyon tetszett a rómaiaknak, és ugye szinte mindent átvettek a görögöktől. Igazából mondtam, hogy a művelt ember még az Úr Jézus életében is görögül írt, és görögül beszélt. Az volt a művelt nyelv, a latin az, na jó, oké, az olyan a fővárosnak a nyelve, meg, de kicsit vulgárusnak érezték néha-néha. Viszont, amiben nagyon jók voltak ezek a rómaiak, a görögök meg annyira azért nem, az a logikus, jogi gondolkodás volt. Hogy kinek mi szabad? És miért? És ebből mi következik? És ezt hova lehet, vagy honnan lehet levezetni? Tehát mik azok az alapvető dolgok, amelyekből le lehet vezetni egy teljes jogrendszert? Ha valaki jogász akar lenni, mi az első vizsgája? Római jog, minden mai napig. Ugye a nyugati jognak az alapja a római jog. Akkor is, hogyha sok mindent már nem úgy gondolunk, sok mindent már nem használunk, hogy apu otthon nem bármit csinálhat a feleségével, a gyerekeivel és a szolgáival, és még benne volt a római jogban. Kicsit másképp kezdjük ezt látni, de az alap, ez még mindig ez. Mindig ezt kell először tanulni. Ugye, és lassan, ahogy így
terjeszkedik a világuralom, ha szabad így mondom, az ENSZ, meg minden, ez a nyugati jogi gondolkodás lassan-lassan az egész világi jogi gondolkodásnak az alapjává válik. Ezt adták nekünk a rómaiok. És Pilátus ilyen jogban járatos ember. Ugye ő nem, hogy mondjam, tehát amikor ő helytartó, nem csak a törvényadás tartozik az feladataihoz, ő bizonyos ügyekben a bíró is. Hát ő ismeri ezeket a törvényeket, jártas a rómaiukban, tudja, hogy mit lehet, mit nem lehet csinálni. Ő képviseli a római jogot. Amikor megérkezik az Úr Jézus, és kezd fellépni, akkor ugye először 3 éven keresztül kikhez szól, kik felé szolgál? Isten népe felé szolgál. Nem is akart máshova menni nagyon az Úr Jézus. Megjelenik, kezd tanítani, tesz csodákat, jeleket, és így szépen mindegyik szavával, mindegyik cselekedetével betölti azokat a proféciákat, amikről fel kellett volna ismerni a Mesiást. Aztán ugye nagy héten bevonul Szamárháton Jeruzsálembe, hát volt ilyen profécia, hogy majd az a király, akiről az Ószövetség beszél, aki a Júda törzséből származik, az utolsó igazi jó király Szamárháton fog megérkezni. Ugye? Úgy érkezik meg az Úr Jézus Jeruzsálembe. Rómaiak nem érthették, hogy miről szól az egész. Hát jön egy ember egy Szamárháton. Hát elég sok ember jön Szamárháton, tehát ez nekik nem volt. De hát tudták a zsidók, hogy hát ez Júda törzséből van, meg hogy is, meg mi van még, meg ő mit mondott 3 éve, hogy közeledik az Isten országa, Isten országlása. Az Úr Jézus végig uralomról beszélt mindig. Most bevonul Szamárháton, hogy az király akar lenni. Úr akar lenni. Csak éppen ki volt az Úr Jeruzsálemben? A főpapi család. Ők ezt szépen elrendezték. Már gyakorlatilag a fogság után felkezdték építeni a hatalmukat. Az Úr Jézus korában úgy tartott a dolog gyakorlatilag, hogy természetesen voltak királyok, helytartók, sok minden, de azért, hogy a gyakorlatban mi valósul meg, ez sokban attól függött, hogy a nagy főpapi család mit engedt, vagy hogy tolmácsolja a dolgokat a nép felé. Ezért ugye még a helytartók is, és igazából még a királyok is igyekeztek arra, hogy legalább a főpapok a jóba legyenek. Mert ők határozzák meg nagyon nagy részben a népnek a gondolkodását. Hogy mi fog tetszni, mi nem fog tetszni. És jön ez a vidéki prédikátor. És bevonul Szamárháton Jeruzsálembe, kezd tanítani a templomban, sőt, elküldi a templomból azokat a kofákat, akik a főpapu családtól jó pénzért kaptak engedélyt, hogy ott ugye a nagy placon piacot tartsanak. Hát mi az hogy? Honnan veszi a bátorságot? És ugye egy héten keresztül megy a harc. Ki az Úr? Az Úr Jézus szelíden és kevésbé szelíden, de minden vitában bebizonyítja, hogy az ő szava az, ami áll. És akkor a végén azért ítélik el az Úr Jézust, mármint a nagy tanácselőt, mert ő azt mondta, hogy ő tényleg igényt tart arra a címre, hogy ő a Mesiás, az Isten fia. Magyarul, egy szóban, Úr. Ja, az az, ami nem tetszett. Ha a rendes Mesiás lett volna, és azt mondta volna, hogy na jó, eljöttem, de akkor most üljünk le, és írjunk egy szerződést arról, hogy csináljuk az Isten országát, akkor kicsit más lett volna a történelem. De amikor azzal az igényel lép föl a Mesiás, hogy már pedig ő a király, és ő még a főpapi családnak is mondhatja, hogy mit gondoljanak, vagy miben tévedtek, az már nem tetszett. Amikor Isten népe előtt teljesen világos,
hogy a Mesiás nem csak barát, a Mesiás nem csak segítő, hanem a Mesiás király, akkor ez olyan dolog, ami már nem tetszik. Ugye ott megy félre a vallásos gondolkodás. Amikor Isten lehet segítő, amikor Isten lehet megmentő, amikor Isten lehet a legnagyobb barátom, de hogy a, ne képzelj el az Isten, hogy még nekem is mondhatja, hogy hol tévedek. Hát azt már ne. Ugye ez a vallásos embernek a veszélye, hogy én is jobban tudom, mint az Isten. A nagy tanácsban ugye ez kikristályosodik. És nagy tanács, mint lelki vezetők, elítélik azt az embert, akit fel kellett volna ismerni, mint Mesiás. Aztán viszik Pilátushoz. Pilátusnak ugye az egészről gőze nincs. Ő nem foglalkozik azzal, hogy mi van a Bibliában. Ő egy világi ember, világi bíró. Neki azt kell tudnia, hogy az emberek gondolkodása szerint, az emberek igazság érzete szerint ez a názáreti prédikátor ártalmas, vagy nem? Terrorista, vagy semmi gond vele? És akkor játszódik le az a jelenet, amit ismerünk a nagyheti eseményekből, hogy Pilátus egyszerre két dolgot mond. Háromszor is azt mondja, hogy ez az ember ártatlan, nem találok benne semmit, amiért halálra lenne méltó. Beszél az igazság érzete, beszél a jogi agya. De aztán elmagyarázzák neki, hogy mégiscsak főpapok, elmagyarázzák neki, hogy te gondolhatsz, amit akarsz, de ha holnap írunk egy levelet a császárnak, hogy te nem vagy a császár barátja, akkor neked annyi. Aztán még ugye a népet is sikerült felbujkálni. Mit akartok ettől az embertől? Ha keresztre vele, hogy ezt miért mondták, azt lassan már senki se tudja. Egy héttel korábban még azt mondják, hogy halleluja, Izrael királya, egy héttel később volt egy kis kampány talán, és már ott tart a nép, hogy keresztre. És akkor derül ki, hogy egy világi ember, tehát egy nem vallásos ember, egy gondolkodó ember, egy igazság érzet alapján gondolkodó ember, aki olyan, mint mi, hogy tud működni? Hogy az igazság érzete, meg a jogi belátása azt mondja, hogy nem találok benne semmi rosszat. Vesző, de. És akkor jön ugye a magasabb szempont. Hát azt akarjátok, hogy meghaljon, hát akkor haljon meg. Ugye mi ez? Igazából önérdek. Vagy tetszeni akarok. És így van itt ez a Pilátus. Ugye nagyon egyszerű Pilátust elítélni, de most meg kell látni, ez a Pilátus egyszerűen a római jogi gondolkodása alapján azt mondta, hogy nincs ezzel az emberrel semmi baj. De hát van talán ennél magasabb szempont. Nem akarok az igazság miatt rossz fénybe kerülni. Hát akkor jó, meghal egy ember, kit érdekel, engem nem. Mosom a kezemet, én ártatlan vagyok, kötelességemet teljesítettem, a nép kért valamit, végrehajtottam, mindenki happy. Ugye? Úgy van benne Pilátus a krídóba. Mint a világi ember, aki Istenről nem is tud, aki, ha olvasna egy evangéliumot, mondaná ő is, hogy hát ez a Jézus egy nagyon jó ember volt. Aztán fogja magát, azt mondja, de kit érdekel? Olyan jó ember van a világon. Van annál magasabb szempont is, csak nekem legyen kényelmes, vagy bármi más. Ugye ez az a dolog, ami megmutatja, az igazából mind a kettőt. Tehát az Úr Jézus a nagy tanács előtt, meg az Úr Jézus Pilátus előtt. Ez a két jelenet megmutatja, hogy a kegyelem nélküli ember hogy tud gondolkodni. Akár vallásos, akár nem vallásos, hanem a saját igazságérzete vagy jogi belátása alapján cselekszik.
A vallásos ember képes arra, hogy Isten kijelentésével szemben is ragaszkodjon a saját elképzeléseihez. A jogi belátásokra, vagy a saját igazság érzetére sokat adó ember szintén képes arra, hogy néha-néha magasabb szempontokat tartson szem előtt, mármint ugye a saját jólétem, meg kényelmem, meg mi egyéb. Többfajta ember igazából nincs. Van az ember, aki tud Isten szaváról, van az az ember, aki nem tud Isten szaváról. És ha nem lép közbe a kegyelem? Mind a kettő azt mondja, hogy meghalhat is tőlem. Nekem jó, hogyha ővel, mármint az Úr Jézussal, a názareti Jézussal nem kellene foglalkozni. És igazából ez az a dolog, amit a mi heidelbergi KT-nk emel ki az egész történetből. Van olyan kérdés a KT-nkban is, miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? És a felelet első fele az, azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely ránk szállana. Második fele ugye az inkább arról szólt, hogy nem azt kell nézni, hogy Pilátus mit csinált. Az egész történetben nem a legfontosabb, hogy Pilátus mit csinált. A legfontosabb az, hogy az Úr Jézus miért áll ott. Az Úr Jézus azért áll ott, hogy, ha szabad így mondanom, kiprovokálja ezeket a nagyon mély gondolatokat. A vallásos emberekből, meg a jogi emberből, a gondolkodó emberből. Előcsalogassa azokat a nagyon-nagyon mély gondolatokat, amelyeket talán maguknak se akarnak beismerni, és kiderüljön, hogy milyen az ember igazából. Hogy legyen teljesen világos, hogy amikor Isten ítéletet mondott az első emberpárról, amikor ők úgy döntötték, hogy innentől kezdve én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy nem okosabbak lettek, hanem éles helyzetben, ha megjelenik egy szent ember, egy teljesen igazságos ember, egy olyan ember, amiben nincs bűn, akkor az az ember, aki azt gondolja, hogy majd én eldöntöm, hogy mi a helyes és a helytelen, ha a saját érdeke úgy kívánja, képes arra, hogy inkább a helytelent kíván, a helytelent válassza. Ugye ezt provokálja itt az Úr Jézus, hogy ember, nézd már a tükörbe. Ilyen az ember. Ez az Úr Jézus hagyja, hogy az ilyen fajta ember, mint mi, elítélje Istennek szent fiát. Magára vállalja ezt az igazságtalanságot. Hogy megmutassa, hogy mire képes az ember. Elutasítja akár az egyetlen utolsó megoldást is, ha érdeke így kívánja. Aztán föltámadsz, azt mondja, hogy jó. Most tudjuk ezt. Akkor most képzeljétek el, hogy milyen az Isten. Ő nem olyan. Ő magára vállalta ezt az ítéletet, aztán elhordozta a következményeket a kereszten, de az már a következő történet. De ő nem ilyen. Az ellenségének kínálja a kegyelmet. Nézz a tükörbe, ismerd fel magadat, borul le térdre, azt mondjam, Istenem, de jó, hogy te nem olyan vagy, mint én. De jó, hogy kaphatok tőled kegyelmet. De jó, hogy akarsz bennem dolgozni, hogy én olyan legyek, mint te. És te nem olyan legyél, mint én. Ezért van Pilátus a krédóba.
Látjátok? Pilátus nem véletlenül került oda a krédóba. Ugye? Más kérdés. Pilátus tudott mind erről bármit is? Nem. Bevétel lesz. De akkor az a fontos, hogy mit tud az ember? Ki értelmezi az eseményeket? Az ember tudja-e értelmezni az eseményeket? Hát nem nagyon, mert nem látja az összefüggéseket. Ha nem tud Isten fejével gondolkodni, akkor eleve nem látja a történelemnek a középső fűzé, vagy a középső vonalát, akkor nincs mihez viszonyítva a történelmet, akkor csak így lóg az egész a levegőbe, akkor valahova föl kell rakni egy biztos pontot, hogy na innentől levezetem a történelemnek az értelmét. Ez minden kicsit ilyen ingatag. De ha van egy biztos pont, akkor ahhoz képest már lehet értelmezni a dolgokat. A Pilátust megkérdezik, miért kerültél a krédóba? Azt mondja, azt fogja mondani, gyerekek, én ebben úgy kerültem, mint Pilátus a krédóba. Semmi közöm hozzá, nem? Csak egy hívő ember tudja mondani, egy olyan ember, aki ismeri Isten gondolkodását, aki látja az összefüggéset, nem azért, mert olyan okos, hanem mert van egy jó szemüvege, van egy jó segédeszköz, a Biblia. Olyan ember, aki tudja az összefüggéseket, el tudja magyarázni az eseményeknek az értelmét. Ezért kaptuk a Bibliát. Szegény Pilátus csak úgy belekerült a krédóba. Ő se tudta, hogy Isten tervében ő fontos szerepet tölt be. És éppen az volt a baj, hogy ugye akarata ellenére töltött be valamilyen szerepet Isten tervébe. Mi a jó? Hogyha hagyom, hogy Isten alakítsa az akaratomat, hogy akarva teljesítsem be a szerepemet Isten tervébe. Mert akkor nem csak eszköz vagyok Isten kezébe, hanem akkor Isten gyermeke vagyok. Lehet, hogy Isten áldott gyermeke. És aki áldott, akit Isten áld, az nem csak áldott, Isten mondta Ábrahámnak, hanem áldássá lesz. És ugye erre vagyunk mi elhívva, hogy áldássá legyünk az embereknek. Tehát a legközelebb felmerül, vagy felbukkan inkább ez a kifejezés, hogy úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba, akkor tudjuk elmagyarázni, hogy ha se érted, mit beszélsz. Pilátusnak fontos szerepe van a krédóba. Lehet, hogy neked semmi között nincs ehhez a jelentéshez, de Pilátusnak nagyon sok köze van a hitvalláshoz.